Sziasztok! Ercsőny Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. Itt vagyunk Budapesten a Borkollégiumban, és megnézzük, hogy hogyan választják ki a Wine Lovers Sauvignon Blanc a többiek. A fene se tudja, hogy mi lesz ebből. Gyertek, és megnézzük! Örülök, hogy itt vagyunk, köszönöm, hogy itt lehetünk. Szia! Az lenne az első kérdésem, hogy ez a Wine Lovers Selection, ahol Sauvignon Blanc választottok ki, ez tulajdonképpen micsoda? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Hát nagyon nehéz ezt így két mondatban összefoglalni, de az a lényeg, hogy a 2021-es évjáratú Sauvignon Blancokból a Wine Lovers közösség fogyasztói kiválasztják a számukra legtetszetősebbnek ítélt bort, és ezt Wine Lovers Selection Sauvignon Blanc brand alatt hozza forgalomba a Wine Lovers. És ez egy ilyen 100 pontos rendszerben egy bírálat? Igen, tulajdonképpen ez egy vak kóstolós bírálat, vak bírálat. 10 bort fogunk a mai napon bírálni, 30 minta érkezett be, mai nap 10 bort fogunk bírálni ebből. Egy picit közelebb viszem a bírálat résztvevőit ehhez a 100 pontos bírálati rendszerhez, az OIV rendszerhez, vagy esetleg ahhoz, amit Robert Parkerék kitaláltak oda át annó, és utána élesben leteszteljük ezt a 10 bort, mindenki ad rá pontot, pontokat összesítjük, átlagoljuk, és ki fog alakulni a mai nap végeredménye. És leleplezitek a borokat utána? Persze, a végén leleplezzük, nyilván ezt a 10-et majd leleplezzük. Nagyon izgalmas, köszönöm szépen, várom ezt az egész kóstolót. Én is nagyon várom, izgalommal tekintek elébe. Szuper, köszönöm szépen. Picit beszélek arról, hogy milyen környezeti feltételei kell legyenek a vakkóstolásnak, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy igazságos egy kóstoló, és minden termelő és minden bor ugyanazt a figyelmet és ugyanazt a nulláról való odafigyelést kapja, mint a másik. És aztán utána lesz egy mai borkóstoló, ami 10 bort fog tartalmazni, és durván 8 percet fogunk szánni minden borra, tehát egy 80 perces erős odafigyeléses bírálat lesz. Az íznél egy kicsit bonyolultabb a kérdés. Többnyire nagy valószínűséggel száraz borokkal fogunk találkozni, nem kóstoltam a borokat, de megtörténhet az, hogy némely termelő egy picivel magasabb maradékcukorral palackozta le a borát, tehát megtörténik, hogy száraz ugyan a bor, de érezhető maradékcukor tartalom van benne. Ezt mindenki majd ízlése szerint ítélje meg, és ez nekünk is fontos mértékadó lesz. Általában, és ez borversenyeken is bevett szokás, hogy az első bort megbeszélik. Végigmegyünk azokon a rendszeren, azokon a kóstolási rendszeren, amit az előbb mutattam, ami ugye a 5.-6. oldalon van, és az OIV 100 pontos bírálati rendszere segítségével a kettőt összelőve felállítunk egy közös pontot nagyjából, vagy miután mindenki lepontozta, megnézzük, hogy az a pont az tulajdonképpen helyes-e vagy sem. Hölgyeim és uraim, Ercsei Dániel vagyok, borszakíró, és esetleg föltehetnék önöknek, akár így csoportosan is, egy kérdést. Persze, nyugodtan. Rendben van. Mi volt a véleményük erről a kóstolóról? Azt hozta, amit szerettek volna, vagy valami egészen másban volt részük? Szerintem másban volt részünk, mert ugye nyilván a mindennapokban nem szokott előfordulni, hogy így egyszerre 10 bort kóstoljunk meg.
különböző stílusokban, és ez ugye teljesen egy olyan random kóstoló volt, amiben abszolút semmi előítéletünk nem lehetett, mert nem tudtuk, hogy mivel fogunk szembe találkozni. Ugye nyilván, amikor saját magunknak vásárolunk, akkor megvan egy bizonyos előítélet, hogy pincészet, vagy akár az ár, vagy bármilyen tényező, de most itt ez ugye teljesen eltűnt, és csak arra tudtunk fókuszálni, hogy tényleg az ízvilág, meg az illatjegyek, hogy akkor ezek alapján pontozzunk. Köszönöm. És mennyire volt nehéz az OEV rendszerben, nem tudom, eligazodni? Nekem nagyon nehéz volt, mert én mindent 80 alá akartam pontozni. Tehát, hogy a 100 nekem a fejemben, az nem 50-nél kezdődik. És aztán, amikor így feljebb tudtam tenni a mércét, de ugye ez az elején is kitűnt, hogy én így 72-vel kezdtem, és így nekem az nem tűnt fel, hogy az már hibás bor kéne, hogy legyen. Szóval így nekem szűk volt ez a tartomány, amiben lehetett pontozni, aztán lehet hozzá szokni, meg talán az volt nekem benne a nehéz, hogy ugye én a fajta jelleget kerestem, de attól még, hogy ez a bor nem a fajta jellegű, attól még lehet nagyon jó, csak ez nem olyan jellegű bor, amit várna az ember. Úgyhogy ennyiben volt nehéz talán a pontozás, hogy hiába Sauvignon Blanc-nak nevezték, szerintem amennyire értek hozzá, nem annyira jellegzetesen volt az, de attól még jó bor, és ezt volt nehéz eltalálni. Uh-huh. Köszönöm. És volt valami kedvenc, tehát valami kimagasló ebből a 10 borból? Például önnek volt valami kedvence? Nagyon nagy kedvenc nem volt, de volt kettő, amit ki tudtam volna emelni, viszont a beszélgetésünk alapján többieknek nem az volt, úgyhogy nagyon kíváncsian várom az ismertetést, hogy a eredményhirdetést, ha lesz ilyen most. Rendben van, köszönöm szépen, köszönöm a segítséget és a válaszokat. Arra lennék kíváncsi, hogy ön azt kapta ettől a kóstolótól, amire várt. Igen, én ezt egy jó játéknak, szórakozásnak vettem. Úgy is jelentkeztem, hogy nem vagyok szakértő, nem értek hozzá, tehát csak azt nézem, hogy ízlik vagy nem ízlik. Szerintem ez tökéletes. És volt olyan, ami ízlett? Volt, igen. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Ez volt a Wine Lovers Selection első kóstolója, de ha lemaradtatok, akkor se szomorkodjatok, mert februárban lesz még két alkalom, márciusban pedig 7-szer jönnek újra. Ha kedvet kaptatok egy profi vakkóstolóra, ami után ráadásul még a későbbi győztes Wine Lovers Selection címkés Sauvignon Blanc-t is megkaphatjátok, akkor jelentkezzetek a videó alatti linkre kattintva, vagy a wineloversselection.hu oldalon. Vigyázat! A szabad helyek gyorsan fogynak! Mm-hmm.